kalapácsra. Thank you.
Anikám, gyere, 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 gyere! 3.15.96, 1,36 századdal jobb, mint saját világcsúcsa. Közben Szabó Jóska a második helyre jött föl. Együtt Külle, Szabó Gyó remekül jön. Első helyen jó 5 méterrel Darnyi Tamás közeledik az utolsó 50 méterre fordulójához. Darnyi hatalmas fölénnyel vezet, gyere, gyere, puci! Ez a beceneve, remélem nem Ró megérte, hogy elárulom, de mindenki így hívja. Elsőnek tehát Darnyi fordul, másodiknak úgy látom Szabó Gyó, Varton nagyon hajrázik, gyere Tamás! 6-8 méter az előnye, innen már csak, már nem lehet, egyszerűen nem lehet elveszteni. Az aranyérem óriási fölénnyel kínálkozik, Szabó Jóska pillanatnyilag a harmadik, gyere, Varton a másodikon, Szabó a harmadikon, Battistelli is nagyon hajrázik, Darnyi Tamás olimpiai bajnok, óriási világcsúccsal. Szabó a negyedik. Jaj, de gyönyörű. De gyönyörű. Ez a csöndes hallgatag fiú, akiből egy szót nem lehet kikínozni. Most végre kicsit mosolyog. Szelíden, finoman megnézi, mennyit is javított a világcsúcson. 4.15.42 volt. A Dani volt egyedül az, aki hogyha verseny volt, már ugye a elcsők után, és a rajt sikerült, akkor én megfordultam, elmentem. Ez csodálatos volt. Ez volt az álmom, ahogy mondtam, hogy arra álmodtam, hogy majd lesz egy olyan versenyzőm, aki én csak nekijelnek, és elálljon mindenki, és mindenki tudja, hogy itt nem lehet nyerni, itt csak ő. És generációk adták fel, és hagyták abba az úszás miatt. És egy csoda volt az egész. Jaroszcsuk valamit lassult, és a falhoz érkezve szinte majd teljesen együtt, de egy jó karcsapásival még mindig Jaroszcsuk vezet. Most a forduló, és szinte egyszerre hárman, bár Jaroszcsukot elsőnek láttam fordulni, még mindig világcsúcs részidőn belül. Tamáskám ezen a gyorson kell, még 30 méter van hátra, Darnyinak vagy két karcsapás előnye van, és ez az előny egyre növekszik, 3/4 testhoz már, sőt testhozni nem lehet megverni. Darnyi olimpiai aranyérmes, biztosan mondhatom, 8 méterrel a beérkezés előtt, egy testhoz előnnyel, és benn van, és világcsúccsal, 2:17 századdal első és második aranyérmét szerzi Darnyi Tamás, második Patrik Küllet, a harmadik Vadim Jaroszcsuk. Azon természetes volt, hogy ő győz. Már az elsőnél is. Ő annyival jobb volt. És mivel én nagyon jól ismertem a nemzetközi mezőnyt, ez kell egy edzőnek, aki erre készül föl. Úgyhogy én tudtam, hogy ő sokkal jobb, mint az ellenfelek. Már ifjebb én is tudtam. Úgyhogy vele nem kellett. Felkészíteni kellett, és arra ügyelni, hogy a rajt sikerüljön, tehát ne zárják ki, vagy valami. Ugye a Dani annyiban volt több mindenkinél, hogy a Dani Tamás nem csak fizikailag csinált meg mindent a legmagasabb szinten, amit egy élő embernek lehetséges, hanem ő szellemi szinten is egyenrangutás volt az edzőnek nekem. Tehát együtt alkottunk, egészen részletesen. Együtt ismertük az edzőt, csináltuk a taktikát az úszók ellen, akik majd neki sorra kerülnek. Volt olyan, soha nem felejtem el, hogy Memphisbe voltunk. Oda jött a puci mellém, amikor mindenki elment. Hogy Tamás, szeretnék kérdezni valamit. És ott volt egy pad, ilyen kőpad. Hát azért kőpad, mert ugye óránként éreztem, hogy ezért. Na most ő azt mondta, hogy van
igaza volt, hogy ez hogy milyen adag? Hogy van egy nagyon tehetséges ellenfelem, Tamás bácsi, a Nemesnyék. És 91. januárban lesz a világbajnokság. Tessék el mondani, hogyan akar engem felkészíteni, és milyen esélyem van nekem a Nemesnyék ellen. Hát én az ilyeneket, a felkészítések, makrociklus, mezociklus, ezeket már előre megcsinálom. És pláne a Dardit, aki hát még a karja hosszát is ennyivel hosszabbat csináltam. Nem vicc, komolyan, ugye a prépubertás korban, amikor még az emberek a csontrendszere még képlékeny, és sok ilyen gyűrű gyakor lógottam meg minden otthon is, itt is, és akkor hosszabb. Mint hogy a ellentétben a japán gésáknak beteszik ilyen facipőbe, és akkor 20 centis marad pici a láb. Hát én segítettem a természetnek, és a pucinak nagyon hosszú lett a keze. És tehát mindent tudtam én a Dardiról, de a Nemesnyékről is mindent, sokkal többet, mint az edző. Általában az ellenfelekről. És hát ott leültünk, és elmondtam a végig a koncepciót, a makrociklusok, a mezociklusok, amikor mit fejlesztünk, és itt tovább, és így tovább. És akkor sor került arra, mondom, ezt a Nemesnyéket neked találták ki. Hát hogy hát ez egy világra szóló tehetség. Mondom, igen, de nézd meg, az ereje vegyes közben, pillangó nagyon jó. De te jobb vagy. Mert te ugye amerikai bajnokságot nyertél előtte, Európa bajnokságot, 1.58-at úsztál 200-on. Tehát jobb vagy. Ő nem húzott 2 percen belül. És kezdjük akkor a pillangóval, ami Darnyit illeti. 59-62 volt délelőtt a pillangó részideje, Szabó Gyógyi 59-40, Nemesnyéké 58-80, Bortoné kereked 58 másodperc, tehát várhatóan az amerikaiak meghajtják majd pillangóban a mezőnyt, meghajtják a mieinket, és ebben a pillangóban kell nagyon-nagyon kapaszkodni a Szabó Gyónak, mert neki van egy borzasztó lukas száma a hátúszás, és itt ebben a pillangóban nem szabad leszakadnia majd. Semmi baj nincs, ha esetleg pillangó után. Darnyi nem vezet, de Darnyi, mint láttuk, egyelőre nem hagyja magát lerázni az amerikaiaktól. Nagyon jó hátúszó. De te jobb vagy. Hát te világcsúcsot tartasz 1.56-63 a 200 háton. Neked találták ki? Nemesnyék és Darnyi között tehát egyetlen század másodpercnyi különbség, és most jön az a szám, ahol Darninak már át kell vennie a vezetést, a hátúszás, kitűnő hátúszó Tamás, és ez a lyukas szám a Szabó Gyónak, gyerünk Joe érte is szorítunk itt alulról a harmadik pályán, Darny pedig ráúszik egy picit a kötélre, most néz vissza, hogy hogy jön ki a forduló, és aztán elrúgja magát a faltól, tisztán egyértelműen ő vezet 1.30-51-es részidővel, 1.31-37 volt Nemesnyék részideje. Tehát több, illetve szűk egy másodperc különbség a fordulónál. Egyedül mellen jobb nálad, de nem biztos, hogy a vegyes közben, amikor ő fáradtan elérkezik oda, akkor tényleg jobb nálad. Hát azért ezt figyelembe kell vennünk a felkészítésben, hogy a mellúzást tovább kell fejleszteni. 2.38-41, Nemesnyék 2.39-35, tehát a különbség kettejük között egyelőre nem nőtt, de nem is csökkent. Most vigyázni, mert az amerikai mintha valami meglepetésre készülne, jön föl egy pit.